Önerőből és nemzeti összefogással nyitotta meg kapuit Dunavarsányban a Nemzeti Cigányíró Szövetség tanoda és akadémia Ruva Farkas Pál vezetésével. A tanoda olyan roma fiatalokat kíván felkarolni, akik nyitottak a művészetekre és a filozófiára. Szívesen tanulnak az iskola mellett olyan emberektől, akik nem könyvből, hanem gyakorlati élettapasztalatból és bölcsességből szólnak. Gyermekkorom motivált erre, és a nagyon jó tanáraim, tanítóim. Azt éreztem, hogy mindazt, amit megkaptam az élettől, azt nekem, mielőtt elmegyek ebből a gyönyörűséges paradicsomból, át kell, hogy adjam azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik olyan igénnyel lépnek föl, érdeklődnek, mint ami engem érdekelt fiatalkoromban, nem könyv szerinti tudást szeretnék nekik átadni, hanem egyetemes filozófiai tudást elsősorban. Három helyiségből áll a tanodánk, ez a nagy előadói helyiség, van még kettő helyiség, van egy zenei szekció, és van egy képzőművészeti elsősorban, festészet és rajzolásra alkalmas, de minden egyébre is alkalmas. Én nem füzetet kérek a gyerekektől, meg jegyzeteket, hanem hallgassák meg a beszélgető stílust, mint ahogy az ókori filozófusok csinálták, Szokrátésztől kezdve, Platonon keresztül, Arisztotelész belevéve, és még nagyon sok gondolkodót, a középkor filozófusait, benne volt ebbe Buddha is, és benne van ebbe Konfúciusz is, és még sorolhatnék sok embert. Beszélgető, párbeszédet kiváltó tanítási módszerre tették a hangsúlyt. Itt is azt szeretném megvalósítani. Olyan emberek jönnek majd ide, akik festőművészek, Kossuth Díjas festőművész, Szent András István, Péli Ildikó, és még sorolhatnék egy többi, Kunhegyesi Ferenc, és még nagyon sokan vannak, szakpedagógusok és professzorok is jönnek, filozófusok, szociológusok, szociálpolitikusok, esztéták, itt jön Réz András, Hegedűsdé Géza, színművész barátom, Székely József, és így tovább. Akik már ismerik a költészetemet és szavalták a verseimet, vagy az írásaimat olvasták, novellás kötetteimet, vagy regényemet, azokat is meghívom ide, íróbarátaimat, költőbarátaimat. Lesz szükség számítógépekre, lesz szükség vetítőre, vászonra, mert ugye diákat is szeretnénk, meg rendesen videókat is, mert gyerekeket is akarom tanítani újságírásra is, riporterképzésre is, mivel a szakmám ugye ez az. És itt van a fiam is újságíró, meg itt vannak a kollégáim, 18-20-25 évvel ezelőtti kollégáim, akik nyugdíjasok, de azért jobb írják magukat. Ők is szívesen eljönnek többek között, Favics Péter, fotóriporter, aki szintén itt volt a nyitón, és 25 éve ismerjük egymást. Tehát ilyen régi kapcsolatok, akikben megbízok, és tudom azt, hogy megbízható emberek, és nagyon szeretik a szakmájukat. Megismertem az évtizedek során, gyerekkorom óta, olyan egyszerű parasztembereket, bácsikat, néniket, akik 60-70-80 évesek. Hál' Istennek itt is találkoztam ilyen emberekkel, Marika nénikkel, Pista bácsikkal, és így tovább, akiket szintén meghívok, hogy beszélgessenek a fiatalokkal kötetlenül. Azt az értéket adják át, ami nekik érték volt egész életükön keresztül. Akadémia nyitáson a helyi igazgatónő, pedagógus asszony, és két
diát, akik indulnak majd szombaton a szavaló versenyen, de már évek óta is jönnek az iskolából a szavaló versenyre. Szombattól indult. Most szombattól? Igen, mikor megkezdtük, mert már akkor már délelőtt jöttek ide fiatalok, és már azokkal elkezdtük a beszélgetést, sőt, tegnap találkoztam egy helyi ismerős hölgyel, barátunkkal, aki az unokája most már 13 éves, de 3 évvel ezelőtt még nagyon jó volt a kapcsolatuk, és most már úgy kamaszodik a kislány, és nem tud vele mit kezdeni. És megkért minket, hogy beszélgessünk vele. Tehát mi ilyen gyerekekkel is fogunk beszélgetni, és remélem, hogy szót értünk, és utána vissza fog térni a nagymama karjaiba a kislány. Van egy nagy udvar is, tehát kerti beszélgeti, ha jó idő van, akkor kimegyünk a kertbe, mint ahogy a filozófusok csinálták, hogy elmegyünk a természetbe, vagy kimegyünk a ligetbe. Lesz olyan is, hogy elmegyünk múzeumba, és ott lesz előadást tartva, a gyönyörű képeket nézve, és barangolva a művészetek hegyén, völgyén keresztül. A művésznek a zsenialitását megismertetni a gyerekekkel. Egy rossz álom, Boldizsár. Hajnalok hajnalán valaki bögdösött. Felébredtem, azt álmodtam, hogy egy nagyon szép, de kortalan arc azt mondja nekem. Most jól figyelj, semmi és senki nincs odaállt, s ti csak lépkedő bábuk vagytok, csak azt számít, hogy kit, mikor húztak föl, mint egy órát, és hogyan lépked a bokrok között. Akinek szerencséje van, az nem botlik el, és tovább halad, míg a rugó nem jár le. Na álmodj tovább, Isten veled, Boldizsár. Mi nem csak a natur szakmát akarjuk átadni, hanem ami mögötte van. Emberséget, szeretetet, böcsületet és a magyar nyelvet. És nem utolsó sorba hívok ide papokat is, hívok ide vallási embereket is, apácákat is szeretnék majd ide hívni, hogy teljes értékű tudást adjunk át a gyerekeknek.